Köszöntünk mindenkit, csókolom, ez a Kifőzte műsora innen helyben. Kintről, szép meleg helyről, üdvözlünk mindenkit. Vendégem, nagyon sok ember lehet, hogy már ismeri, sőt, nagyon sok ember ismeri, mert el kell, hogy mondjam, hogy Konyhári Sándor, mesterszakács barátom, akivel most egy ilyen malacságot fogunk végre vinni, csak csirkét fogunk főzni. Nem is malac, csirke nem malac. Azért malacság, mert csak csirke lesz benne. Vágóképben lehet lesz látni az egyik ifjoncot, aki épp leszette nekünk ezt, a friss, hát harmatosnak nem mondható, 39,7 fokos, nem a sütő, hanem itt, ahol éppen állunk, címszóval a világítást kivéve, van 39,7 fok, így már 48-52 lehet, tükörtojás megsülni szerintem itt a vágódeszkán, de nem is ez a lényeg. De egy hal biztos. Egy halasztuti, szuvidban nagyon jó lenne, 20-25 perc alatt elkészülne. Mit is fogunk készíteni? Nyár vége, ősz eleje, szeder, barack, szilva, némi fahéj, egy kis csirkemell, csípős paprika, csili, cukor, egész fahéj. Nem cukor, nem szeretjük a cukrot. Hát méz. Nem, cukor úgy hívják, hogy méz, csak ennek ennyi része cukor, a többi meg víz. Összeráztam és méz lett belőle. Csak hoppa! Nem tán, csak nem tán. Nem, méhecskét szedték össze nekünk, azt mondta. Ennek mi a lényege? Egy friss, egy gyors. Üde, egy nagyon gyors, látványos, egyszerűen elkészíthető. Egy könnyű nyári vacsora, kerti partiban. Egy könnyű nyári vacsora, bárhol el lehet készíteni. Nem értik. Pálinka legyen hozzá, van a házigazdánál, csak még nem hozott mindig nekünk, de hát megoldjuk. Hozzávaló. Ebből is az lett volna. Abból is az lett volna, csak beszéltük az előbb, nem tudom, hogy vették-e a fiúk, hogy ebből is nagyon jó pálinka van. Ebből aztán biztos, hogy jó pálinka, sőt, ebből főznek is pálinkát. G betűvel kezdődik és önc a vége. Ebből is nagyon jó pálinka van. Ez meg és eder a vége. Na jó, dolgozzunk. Jó, nézzünk, csináljunk valamit. Egy gyönyörű szép állványon be van kapcsolva, nekünk egy pici kis sütőcske. Erre teszünk egy kevéske olajat, amire feldobjuk a csirkemellünket. Ezzel a csirkemellel mit csináljunk, Sándor? Szerintem semmit igazán. Nyissuk meg maximum. Nyissuk, vágjuk, kockázzuk, egészbe sütjük, hogy legyen, hogy szeretnék. Most ragús legyen az étel, vagy szelet legyen és gyümölcse bevonva. Legyen ragús inkább. Akkor legyen egy ragú. Akkor mi legyen? Vágjuk össze. Vágjuk és össze. Jó. De csak olyan kis karamellizált mézen. Karamellizálunk egy pici mézen. És akkor az adnak. Akkor helycserés támadás, akkor te mész a tűzhelyhez. Így. Én csinálják neked karamellt. Hát nem már a méhecsék, megcsinálták a cukrot. Én nagyobb darabokra. Nagyon forró serpenyővel csinálok egy kis karamellt. Kis karamellt. Karamellnek a lényege? Vani, mi a karamellnek a lényege? Hát, cukorra gondolsz? Vagy kevés zsiradékon gondolunk, most éppen egy kis friss mézre. Egy kis mézzel. Nem szeretjük se a fehér lisztet, se a fehér cukrot, meg a sót. Nagy ez a húsival. Nekem a csirke az készen van. Tehát annan neked megőrzése. Egy másodperc is már is teszem bele a tárcsába. Jaj, szívinfraktus jött rám, te! Új infrastruktúrával rendelkezünk. Feltalálhatták már az illatos tévét, és akkor éreznék a... Főleg, ha leég, ahogy jól van megfele. Juniors leégett, nem? Az milyen jó volt, az volt az igaz illatos tévé. Tényleg. Tényleg. Tessék. Szépen. Ide kipakolunk mindent. Sárga a méz. És akkor beletesszük a csirkemellet. Én pedig addig sokkolom a férfi nézőket, mert nálunk a barackból most köret fog készülni, és nem pálinka. Sok embernek ez sokkot jelent. Magjáról szedjük le az egészet. Annyira levettem a tüzet, hogy ilyen forró a tárcsa, nem is ég alatta is, mégis. Jó ember csinálta nekünk, úgyhogy Isten tartsa még meg jó sokáig. És ez a lényege, mert a forró a serpenye, meg ugye benne volt a karamell. Mindentől kezdve már csak. A hús minden oldalát szépen körbepirítom. Így van. És így a nedvességek benne maradnak, tehát a csirke mellünk is egy szaftos, puha hús lesz, nem pedig egy nagyon szárított, fűrészpor ízű
jellegtelen akármi. Nem, semmi, hanem így a húsnedvek benne maradnak. Megvan a szilva. Én közben egy kis fahéjat dobnék ide egy egészbe. Én pedig bűncselekményt fogok elkövetni, már bocsánat. Ízeléget. Zöld paprikát teszed bele, nem csilit? Azt mondták, hogy nem igazán csili minőség, de így együtt nagyon jól fog kinézni. A csirke szép lassan. Hát az jó szaftos a hús még, ahogy elnézzük. Úgyhogy egy felszés jöhet hozzá. Böcsméreljük meg ezzel a kevés kis baracka, szederre, szilvával, némi csilivel és zöld paprikával, elnézést kérünk mindenkitől, de szerintünk ez így egy igazi ízvarázs. Wow! Ne nagyon süssük túl sem a csirkét, sem a gyümölcsöt. Egyrészt, mert egy ilyen túlságosan szaftos ételkompozíciót fogunk belőle kapni. Inkább a szélére a paprikát, cipős paprikát hagyd legyen igazán zamatos. Rozmaringot tehetek még hozzá? Mert úgy elvannak az emberek, hogy rozmaring. Hát a rozmaring nagyon sok mindenhez jó. Bizony, mindig bizony. Azt mondják, hogy csak a bárányhoz, csak a fasírt egy bizonyos részéhez, vagy egy húsvagdalékhoz jó, de ez mind nem igaz. Akár zöldkörethez, akár gyümölcsöz is jó, csak tudni kell megválogatni azt a minimális mennyiséget, amit még elbír a gyümölcs és a kiribiri. És csak egy picikét rádobálunk. Szétszettük. Jó kérdés. Mennyi sót használjunk hozzá? Épp most akartam szóvá tenni azt, hogy mi van, ha egyáltalán nem teszünk rá most? Ez nagyon sok. Csak azért, hogy bosszantjuk a kollégánkat. Hogy... Azt lehet bosszantani vele. Szerintem igazán nem kell hozzá. Miért? Mert savanykás a szilva még, savanykás a szeder hozzá. Nem is igazán túlsütött, tehát szaftja nincs. Ha elzárjuk, még hát mennyi kell neki. Ez pontosan jó szerintünk. Szerintünk csak. Gyerünk. És akkor erre a némi ipari céllal előállított nyeles tálra. Egy jó tanács. Igen. Tehát mikor itt tárcsázunk és pirítunk mindent. Ugye körbe zártuk a húst, hogy le tudjanak kifolyni a szaftok. Tehát magyarul egy feszes hús lesz, ami... Így van. De valamennyi mégiscsak, ha, ahogy kész van a vétel, adunk neki még egy pár percet, akár mint az egyesülteknél, hogy pihentetjük ezt, vagy egy bárány, akkor ezek a húsnedvek szépen nyilván visszaszivalkodnak, ami még kisült, és még ízletesebb, még szaftosabb lesz a hús. Tehát ne sajnáljuk. Ígyünk közben egy pálinkát, ez pont... Az megint nincs még mindig, annyi idő, mint mert ugye van zárva tőlünk, tehát csókorom, komolyan mondom, 4 pecséttel van lezárva, meg 5 ember védi azt a páncélszekrényt, hogy le lesen jutni oda. Oda lentre, néha még, de ott van, nem. 100 liter pálinka van lent, csak nem mondok belőle semmit. Azt mondták, nem ihatunk sem. Tessék. Tálalás pedig? Csak egyszerűen kiszedjük. Tehát mindig valaki, tehát sok ember a tálalástól csodát vár. Mi pedig azt, hát nem is azt mondjuk, hogy hitvallásunk, az étel magában egy megjelenés, így van? Így van. Tehát így mivel van. Ez egy ragús, mézes, csilis étel, azért látszanak benne a gyümölcsdarabok, a csirkedarabok, ne legyen túlsültve, ne legyen krémes, nem tépes, rágni lehet, ugye? Az, hogy benne van a fahéj, azért pedig nem kell megilletődni, azt ki lehet belőle nyugodtan szedni, oldalra tesszük a tálon vagy tányéron, az íze a lényeg. A pici kis hő hatására a karamell és a csirke hús szaft azt a minimális ízt, ami ehhez szükséges, pontosan kiholdja. Hát a továbbiakban igazán már ezzel nem kell foglalkozni. És elkészültünk úgy, hogy... Tehát mézes, csilis, gyümölcsös... Csirke ragú, ala... Nézzék meg, Kandja elvitte, nagyon kívánja valaki. Jó étvágyat! Jó étvágyat! Kívánunk ehhez a késő nyári, kora őszi inkább ételhez, ugyanis a szeder az igazán
augusztusi, mi meg már október végén járunk, igaz, ez nem igaz, de jó étvágyat az ételhez. Viszontlátásra!